Adás titkok, a sztorik rátok várnak. Kegyesz fülel, és ne tárd a szádat. Mi rá kérdezünk, és elmondjuk neked, humorral küldjük el az üzenetet. Sztár titkok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a média válogatott Sztártitkok, és a mai adásban egy színész legendával, ha szabad így fogalmazni, fogok beszélgetni, hölgyeim és uraim, itt van velem Magyar Attila. Szia Attila, üdvözöllek az adásban. Sziasztok, tehát média válogatott, hát mire válogatunk, a sporteseményre, vagy érted, tehát, hogy nem vagyok nagyon sok szereplő válogatott. Közül válogattalak téged ki, mire... Te választott, te a médiából kiválasztott ember. Téged ja, így, igen, így más stím. Kicsit kifagassalak téged, és ha megengeded Attila, akkor mindjárt kezdjük a legelején. Megszülettem, egy ősrobbanással kezdődött, igen. Az az eleje, nem? Tehát akkor ez volt a nap, voltak a csillagok, igen, és akkor egyszer csak megjelent Magyar Attila az égen. Megjelentem, összeálltam. Mesélj előre, hogy mennyire zavartod a környezetedet már kis gyerekkorodban. Hát nézd, ugye egyikünk sem kérte azt, hogy itt jelen legyen. Én az életemet úgy szoktam elképzelni, mint egy folyóba beledobott fadarabot, ami úszik a vizen, aztán az ár ide sodorja, az ár oda sodorja. Én úgy gondolom, hogy aki ennél többet gondol, az már nagyon optimista, de akár így is lehet, akár úgy. Mások fizikusok elhajított kőnek szokták nevezni az életet, tehát igazából... Most egy picit úgy tűnik nekem, mintha te egy ösztönös lény volnál, aki hagyja, hogy sodrodjon az árat, és ez egészen gyerekkorodtól kezdve van így, vagy így most felnőtt korodra felnőtt korodban magyarázod a gyerekkorodat? Nem. Hát visszatekintve is ezt látom, meg nézd, a színészet az egy olyan dolog, hogy áll az utca sarkon a színész, a cipője talpára rá van írva valami összeg, és árulja saját magát. Vagy elviszik, megáll egy autó, fölveszi, és elviszik, és van egy esemény, vagy nem viszik el. Na de várj, most egy picit előre rohantunk, mert most már előre rohantunk, de a sodródás, a sodródás az az, hogy nem irányítod az életedet. Igen, de arról mesél Attila, hogy a gyerekkorod, a kis Attila milyen volt, és mennyire volt benne már az a színész, aki lettél. Szegény kis Attikának fogalma se volt, ugye, mert nem tudatos lény volt, tehát ő rettetesen élvezte a gyerekkort, tehát imádtam mindent, a játszóteret, az összeset, és akkor kiderült, hogy az élet nem így fog lezajlani, hanem ennek csak egy negyed része legfeljebb az, ami így megy, vagy egy ötöd része, az összes többi nem így van. Én nem gondoltam, hogy elmúlik a gyerekkor, és nem lesz többet játszótér, és nem lesz többet hát ez képest végül is teremtettél magadnak, vagy a sors teremtett neked egy jó nagy játszóteret, ahol igen, játszhatsz. És végül is azt is megtartottam, hogy gyermeki énem az a színpadon, ugye, mint színjátszó, az természetesen jelen van, de ennek ellenére csalódás volt felnőtté válni, mert nem ez volt. Tehát nekem nem ilyen lovat tehát ígért. Te azt gondoltad, hogy örökké játszótéren fogsz igen, inkázni, és nem értem, hogy az hogy múlhatott el, érted? Tehát és amikor elkezdtél fogocskázni valakivel, csodálkoztál, hogy nem kezdett el visszafogni. Igen, mert egyszer csak elmúlt, meg felnőttünk, nagyok lettünk, aztán tehát hogy történt ez? Én teszem föl a kérdést, teljesen jogosan. Mindig az volt, tudod, hogy hát még akár bármi lehetek, régész, focista, mozdonyvezető, űrhajós, mert mindig idősebbek voltak nálam azok, akikre ugye az ember fölnézett. És milyen voltál a suliban egyébként? Tehát milyen tanuló voltál például? Észre se lehetett venni, én nem voltam. Szürke eminenciás voltam. Egy visszafogott kisrác voltál? Mondhatjuk, akkor egy visszafogott kisfiú voltál? Visszafogott csendes kisfiú voltam, aki, tehát semmi különleges. Én azt sem igazán szeretem, amikor úgy gondolunk vissza, hogy mi már akkor különlegesek voltunk, semmi különleges nem volt bennem. Szerintem a mai napig nincsen semmi különleges bennem. Hát azért ezzel én tudom. Nézd, én materialista, logikusan gondolkodó embernek tartom magamat, amiben semmi különlegeset egyébként én nem látok. De egyébként, ha most visszamennél az időbe, és az akkori kis Attinak azt mondanád, hogy figyelj csak, kisapám, képzeld el, hogy majd amikor te felnőtt leszel, akkor színházban fogsz játszani, filmekben fogsz szerepelni. Kicsit olyan ez, mint az ostromlott vár, tudod? Tehát aki kint van, az bent szeretne lenni, aki bent van, az kint szeretne lenni. Amíg nem ismered meg a színházat belülről, addig vágysz rá minden szempontból. Amikor aztán megismered, túl késő lesz ahhoz, hogy kiszállj, de azért van ez a lehetőség is. Persze, de akkor most mondhatjuk azt, hogy akkor a gyerekkorodban, ha ez megtörténhetne, akkor figyelmeztetnéd önmagadat, hogy azért egy picit óvatosabban járj ezen a
sorsáltak ki jelölt úton? Attól függ, hogy ezzel a tudással mennék-e vissza az időben, nyilván akkor másképp csinálnám. Uh-huh. Ha nem ezzel a tudással, akkor ugyanúgy beleesnék ebbe a gödörbe, mert az akkori jelen idő az nem feltétlen egyezik ezt a múlta, vagyis ezt a jelen időt mutatja. Tehát azért ne felejtsük el, hogy én a 70-es években, 80-as években voltam gyerek és fiatal, az egy más világ volt. Úttörőtábor, aztán hát meg egy más rendszer, világ. Igen, nem tudom. Micsoda. Akkor utána jött megint egy rendszer, egy rendszerváltás, így hívják. Na, de azért az időt töltsük el jól, hallgassunk meg néhány dalt, és aztán folytatjuk a beszélgetést itt a Sztártitkokban Magyar Attilával. És újra itt vagyunk a média válogatott Sztártitkok vendége Magyar Attila, akivel már elkezdtük a gyerekkorát ki tárgyalni, és meglepő módon azt kell, hogy mondjam, azt mondtad, hogy egy visszafogott kisrác voltál, egy másik rendszerben nőttél föl, azért szerettél játszani, de ez a játékos pajkosságod még mindig megvan, ha jól értelmezem, de akkor egy picit most menjünk előrébb a gyerekkorodtól, és a fiatal korodról beszéljünk, ugye említetted itt a rendszerváltást, és akkor gondolom a gimnáziumi évek, vagy akár a főiskolai évek, hogy teltek? Akkor is még mindig a visszafogott Ati voltál, vagy ott már nyiladozott? De egyáltalán se viccesnek, se különlegesnek nem tartom magam. Az történt ugyanis, hogy ez Debrecen környékén volt, ugye a 70-80-as években két választása volt egy fiatal embernek, vagy rockzenész lesz, vagy színész. A vágy ez volt, és én mind a kettőbe belekóstoltam, ezt a mai napig tartom mind a két vasat a tűzbe. A zene az ilyen hobbi szinten maradt, a színészet meg így lett. Rengeteg színtársulat volt, amatőr színtársulat, nagyon színes kulturális élet volt Debrecenben, akár a zenére gondolok, minden garázsban volt egy rockzenekar, mindenhol, tehát hogy mindenhol, és a legegyszerűbb hangszereken is, amit akkoriban be lehetett szerezni, már zenéltünk. Más világ volt, sokkal volt egy biztonság, este haza lehetett menni, normálisan, akár éjjel is. Együtt csavarogtunk, együtt lógtunk, tehát igazából nem mutatott ez mást a mostanival szemben. De akkor ez azt jelenti, hogy akkor te fiatal korodban, mondjuk a suli mellett, garázsban próbáltál a rockzenekarral, és akkor... És utána mentem a színjátszókörbe, mert volt egy ilyen, ez természetesen mind ingyen csinál, már úgy ingyen, hogy a szabadidőnkben csináltuk, mentünk suli után a próbaterembe, vagy színjátszást, vagy ezért aztán utazgattunk, mint színjátszók, ugye voltak amatőr és ilyen gyermekifjúsági színházi találkozók, oda mentünk, tehát igazából, ha visszafelé nézed, akkor egyenes az út ideáig. És a csajok? Csajokkal mi a az helyzet? Egészet azért csináltuk. Igen, ez volt a motiváció. Hát az egész azért ment. Tehát a színjátszókörbe voltak lányok, nyilván az ember menni akart színjátszókörbe, és már akkor is ugye a rockzenei valuta az a könnyen szerzett, hogy is mondjam, ismerkedés volt. Igen, könnyebben tudtad váltani, de volt valami extrém helyzet egyébként, amikor mondjuk próbálkoztál, mint színész, aztán próbálkoztál, mint zenész, aztán be kellett vetted hát esetleg nézd, valami mást. Nézd, hogy... ugye a nyiladozó pubertás az minden irányban terjeszkedik, és természetesen mindent megpróbáltam. Volt, hogy nem sikerült, volt, hogy sikerült, tehát ebben is teljesen átlagos vagyok szerintem, de volt valóban néha jelentett némi előny, tehát ha ketten jelentkeztünk, akkor ki tudtam harcolni, hogy én mégiscsak. Attila, elég gyakran említed azt, hogy te amúgy egy átlagos srác vagy, tehát hogy te egy egyszerű srác vagy, de azért nagyon kíváncsi lennék, és nyilvánvalóan ahhoz neked is figyelned kellett, hogy a környezeted egyrészt milyennek tart, tehát a családod, a gyerekkorodban is a családod hogyan vette az, hogy te rockzenész vagy, te színjátszóba jártál. Az igazság, hogy nem nézték ezt úgymond jó szemmel, de rossz szemmel sem. Uh-huh. Kénytelenek voltak hagyni, mert annyira már voltak toleránsak, hogy hát mégiscsak, ha ezt csinálja a gyerek, akkor ezt csinálja. Nem értünk ugyan vele egyet, de hát azért nem fogunk most tűzzel-vassal küzdeni más ellene. Más volt az elképzelése a szüleidnek? Nyilván más volt, de minek azt is pontosan egyébként szerinted? Hát szerintem a kornak megfelelő normális munkahelynek, nem tudom, tanár, vagy mit tudom én, vagy valami. Tehát egy hétköznapi állás. Mondjuk egy iparral kapcsolatos, vagy nem tudom, vagy híradástechnika, vagy akár akkor nyiladozó. De akkor, ha jól sejtem, és jól következtetem ki a dolgot, akkor a családodban nincsen semmilyen művészi. De viszont nem is tiltották, tehát azért annyira már voltak felvilágosultak, hogy nem az volt, hogy akkor azt nem, hanem nézd, tehát ha te így gondolod, akkor legyen így, mi ugyan nem így képzeljük, de hát
miért is képzelnénk mi mást, hiszen te egy másik lény vagy. Akár tehát hagyták, hogy nyisd a szárnyadat. Tehát, hagyták, nem nézték ugyan jó szemmel, de hagyták. De nem is nagyon volt más választásom, mert ez determinált ez az egész. Tehát a zene is, meg a színjátszás is, meg a vágyaim is erre felé hajlottak. Tehát igazából ezáltal a tanulmányaimat ugye el is hanyagoltam, tehát igazából nem is volt más választásom, mint akkor megpróbálni utána, hogy a színművészetre. Volt ilyen pont egyébként az életedben, amikor eldőlt, hogy a te hobbit, hogy te zenész vagy színész vagy mi, ez profi. Ez a mai napig nem dőlt el. Azért mondtam a sodródást az elején, mert egyelőre úgy vagyok, hogy sodródok, és most próbálok másfele menni. Tehát most próbálok ár ellen úszni. Érted? Tehát, hogy eddig ez teljesen rendben volt, de raktam ki a fejem a vízből, hogy várjál már. Hát eddig az események úgy történtek, ahogy én hogy mondjam, tehát én tehetetlenül csak csináltam, meg felvettem a telefont, meg elvállaltam, meg nem tudom én, meg mentetete, ahogy az élet lopta a kártyákat, én azokat elfogadtam, de várja, mi van, hogyha én találom ki. Osztó szeretnél lenni. Na, nagyon érdekes dolog, meghallgatunk néhány dalt, és aztán utána visszajövünk, és akkor egy picit ebben menjünk bele, ez nagyon érdekes. Oké. Okay. És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok vendége Magyar Attila, aki egy érdekes oldalát mutatta meg az életének, legalább az eddigi útját, és egy olyan ponthoz érkeztünk, ahol is te ugye azt mondtad, hogy ugye eddig hagytad, hogy sodrodj az árral, de ha szavaiddal élek, akkor azt mondtad, hogy az élet osztotta a lapokat, és most mi lenne, ha te osztanád a lapot? Hát vagy legalábbis én dönteném el, hogy most melyik lapot játszom ki. Tehát nem azt fogadnám el, amit ad, hanem én kitalálom, hogy én mit akarok magyarul. Aha. Érted? Mert eddig természetesen attól, ez nem jelent minőségi romlást, ez nem jelent azt, hogy én másképp csinálom, vagy mit tudom én bármikor felveszem a versenyt a színpadon, bárhogy, bármikor. Tehát, igen. Milyen irányú kihívás ez? Tehát meg gondolom valamit szeretnél, tehát valami hiány szeretnél pótolni. Igen. Megmondom őszintén, egyrészt a zenét szeretném bepótolni, tehát van egy zenekar, amit fel akarok futtatni, úgymond. Aztán van egy másik vállalkozásom is a párommal, amit szintén fel akarunk futtatni, tehát végre... Erről lehet tudni valamit? Persze, ez egyébként lehetett tudni, ez egy okos mese, egy ilyen gyermek... Okos mese? Igen, gyermekfejlesztő program, amihez tartozik egy csomó minden, offline, ez online. Ez egy ilyen interaktív mese, vagy ez milyen jellegű okos? Tehát interaktív is, meg de attól ez egy nagy vállalás, hogyha az ember egy ilyenbe belevágja a fejszéjét, hiszen... Nagy, igen. Egyrészt gyerekeknek bármit is készíteni, az nyilván egy nagyon fontos, meg nagyon érzékeny dolog. Igen. És akkor, és ezen kívül ráadásul te... Hát jó, ebben benne vannak pedagógusok is, benne vannak óvónők, benne vannak minden, tehát ezt a 2-től 6-7 éves korig való korosztálynál egy ilyen fejlesztő programot próbáltunk megcsinálni. Környezetvédelem, felelős állattartás, az érzelmekről való beszélgetés, szóval nagyon sok minden, ami... És ebben a vállalkozásban is benne volt ez a fajta sodródás, amiről eddig beszéltél, vagy ez egy teljesen tudatos, azt mondtad, hogy ez már, most fogok csinálni valamit, és ez egy... Ez már tudatos, illetve a párom által generált tudatosság, hogy ne egy lábon éljünk, hanem éljünk akkor kettő vagy három lábon, tehát növesszünk még egy lábat, és akkor ez lett az, mert itt ugye, amit teszel, az vagy visszajön, vagy nem jön vissza, de minden esetre, ha teszel, akkor tehát ha raksz bele, akkor annak valamilyen formában kell, hogy az visszajöjjön. A visszatérve a színházról nem tehetsz, ott vagy hívnak, vagy nem hívnak, ott nincs olyan, hogy te fölhívod a színházat, hogy én itt vagyok. De akkor Attila, tehát csináltok egy okos mesét, és te is a feleségét csináljátok, és akkor igen, én ki az okos, és ki a mesét. Ez úgy van, hogy azért mondtam, hogy gyerekfejlesztő program, ugye nem tudom, mennyire félreérthető az, hogy okos mese, de az a cél, hogy ezáltal a mese és a történetek által, amit mi kitalálunk, azok által a gyerek fejlődjön és okosodjon. Tehát azáltal, hogy a mesét ugye foglalkozunk vele, feladatok, nem tudom, ezáltal a gyerek okosodjon. Tehát ez nem tudom, ez lejön-e abból, hogy okos mese a gyerekeknek. Szerintem nagyon jó nevet találtatok egyébként neki, mert ugye nagyon sok készülék, meg ugye ez az okos dolgok, most okos mosógép is van. Igen. És furcsa, hogy hamarabban okos mosógép, mint okos mese. Világos, azért az fontos ebben is, hogy van online felülete is, de a legfontosabb felülete az egy offline felület, tehát hogy egymással történjen ez otthon a családban, vagy akár a nevelő, vagy akár a bárki, vagy az óvodában, vagy ez, és mi ezért ugye dolgozunk, és ezt próbáljuk és meg. És ezt hogy kell elképzelni, ezt az okos mesét, hogy a gyerek leül, és akkor ő egymagában okosodik, vagy ez a szülővel közös, vagy ez egy csoportos
Pont az lenne, hogy ezt közösen is tudják csinálni, uh-huh. anyuval, apuval, testvérrel, nevelővel, báttyal, uh-huh. Bárkivel, többen is, ugye van egy történet, a történet mondjuk, ha a felelős állattartásról beszélünk, akkor az állatokkal hogy kell viselkedni, kutyával, macskával, főleg ugye azért kutyával, mert az van ugye legtöbb a környezetünkben. Mit meg történik, az okos. Mikor, igen, és akkor ezáltal ugye feladatmegoldások, társasjáték, uh-huh. Van egy okosboxunk, ami ilyen, mint kijönnek a feladatok belőle, ilyen nagy tekelcsbe van uh-huh. minden. És ebbe a vállalkozásba hoztál be a színházból? Tehát, hogy van... Hát végül is ebben minden tapasztalatom benne van, amit, uh-huh. amit színházról és gyerekekről, vagy gyermekszínházról is tapasztaltam, de mondom, nem csak az enyém, hanem más pedagógusok is, amikor ezt kidolgoztuk. Benne van, hogyne, hiszen ehhez csatlakozik uh-huh. egy ilyen előadás sorozat is, amiben uh-huh. ugye nem csak ezt mutatjuk be, ezt a terméket, hanem együtt játszunk a gyerekekkel, vannak dalok, vannak... Ezt akartam kérdezni, gondolom, akkor zene is van zene benne. Zene is van benne, tehát, így van, tehát az is része ennek, a, uh-huh. ennek az egésznek, így van. Tehát ez az egyik, mondom, a másik meg a zenekar, amit szeretnék összerakni, de hát ez még odébb van egyelőre. Ja. Hát Attila, ugye az okos mese a ti játékotok, igen. a mi játékunk pedig a sztártitkok, amiért szól ez a műsor, úgyhogy most elmegyünk, meghallgatunk néhány dalt, és utána pedig meghallgatjuk, hogy mi a te titkod. És itt vagyunk a média válogatott sztártitkok vendége Magyar Attila, akivel már tényleg nagyon sok mindenről beszéltünk, mesélt a gyerekkoráról, mesélt arról, hogy a színház és a zene mellett szeretne valami új dologba kezdeni, és ez volt ugye az okos mese, amit már nagyon izgatottan várunk, hogy ez milyen formát fog majd ölteni, de ugye ennek a műsornak a címe az, hogy sztártitkok, és hát azért hívtunk meg téged a műsorba, hogy elmesélt, hogy mi a te titkod, Attila. Igen, egyébként nem tudom, észrevették-e a hallgatók, vagy akár te is, hogy folyamatosan olyan dolgot mondtam el, amit egyébként nem mondtam el máshol. Csak nem tudom, hogy tudjátok-e, tehát, hogy tényleg nem mondtam el. Nem. Te már az első blogtól elkezdted a titok ellen. Nem, én nem így szoktam. Én az utóbbi időben vagyok így ezekkel a riportokkal, hogy tényleg azt mondom el, ami mm-hmm. még nem hangzott el. Erre azért odafigyelek, hogy ne ugyanazt mondjam mindenkinek. Ráadásul azt is mondom, amit nem feltétlen várnak tőlem. Volt egy időszak, mikor, vagy minden színész, vagy művész életében van, amikor nagyon meg akar felelni ennek uh-huh. az egész uh-huh. helyzetnek. Én ma ugye annyira nem akarok megfelelni, de természetesen kiszolgálom ezt a helyzetet. Nos, ha nem tudom, hogy titok-e az, vagy nem titok, először is kettő van. Ugye annál mi jobb. Nagyon sajnálom, hogy ez nem lett közügy, amikor a cápák között voltunk, ugye az okos mesével, uh-huh. mert benne voltunk a műsorban, akkor óriási élmény volt, hogy a termékeinkkel játszottak a cápák. Tehát rákaptak. Között, rákaptak, és akkor együtt uh-huh. társasoztunk meg, de az ugye kimaradt a műsorból, uh-huh. Uh-huh. de mi próbáljuk megszerezni ezt a felvételt, de egyelőre még nem sikerül. Uh-huh. A másik... Tedd a nagy halakat. Igen. A másik titok meg az, ami nem titok, ez sem, csak még nem mondtam sehol, hogy pont ennek a keretében, hogy ez a színészet, ez egy nagyon szép dolog, de úgy érzem, hogy ez nem a teljes világ. Uh-huh. Ezért én újra kezdtem tanulni az általános és középiskolai reál tantárgyakat. Fizikát, kémiát. Igen, és történelmet. Aha. Tehát, hogy... De gondolom most az okosmese kapcsán az okosmese kapcsán elő. Is, igen, mert ebből ugye tudunk meríteni, uh-huh, uh-huh. de nem csak azért, hanem tényleg az, hogy én azt akkor elmulasztottam. Uh-huh. Tehát én, uh-huh. és most újra, tehát vásárolom a 7-es, 8-os, 9-es, 10-es, tehát a gimnáziumi könyveket, tehát megveszem azokat, amik fizikából, kémiából, és aha. rácsodálkozok, hogy miért nem tanultam én meg ezt meg akkor? Kérdés, hogy ugye azokat a könyveket tudod megvenni, amiről annak idején tanultam, vagy nem a mostaniakat? Nem a mostaniakat, de a mostani is. Mert egyébként ez is egy érdekes dolog lenne, hogyha összehasonlítanál a két könyvet. De azért a Newton törvények nem változtak. A Newton törvény az nem változik. Igen, az örök dolgok azok megmaradnak. A termodinamika másik főtétele az maradt ugyanaz. Igen, Pitagorasz se tagadták le. De Attila, azért ennek ellenére, hogy ugye említettél egy nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy ugye most már szeretnéd egy picit az életedben te osztani a lapokat. Azért nagyon mozgalmas életet élsz, hiszen előadásaid vannak, fellépéseid vannak, de mégis hol töltődsz föl?
van valami helyed, ahova elvonulsz? Igen. Megmondom, hogy hol töltődök föl. Először is otthon, a kertben töltődök föl, mert az nagyon, én szeretek otthon lenni, szeretek otthon kávézni, szeretek otthon lenni, tehát nekem egy nagyon jó dolog, vagy otthon is, ahogy együtt vagyunk, az egy nagyon jó dolog. A másik töltődésem pedig hihetetlen, de maga a tanulás. Tehát az, hogy már én ezeknek... Ez most a nyolcadikos könyvekről mondod? Igen, de nem csak arra, hanem bármilyen. Ugye nagyon sok, az interneten nagyon sok előadást lelhető fel, akár az ELTE-ről, akár más egyetemekről, a műszakiről, bárhol. Tehát, hogy, és ezek az előadások egy-egyben rajta vannak ugye a felületeken, és ezeket én meghallgatom. Ezek néha két órás előadások, vagy akár több is. Tehát osztállyal tudom hallgatni. De jó, aha, ez a filozófiát, a filológiát, a vallástudományt, a fizikát, a nagyon történelmet. Egyszerűen oly mértékben elvarázsolódom tőle, hogy kikapcsol az agyam. Lehet, hogy más úgy mondaná, hogy ő meditál, vagy nem tudom vagy kikapcsol, vagy relax, vagy alfába. Valószínűleg azt csinálod. Valószínűleg azt csinálom, de egy oly mértékben vagyok kívül olyankor a világon, és egyszerűen le vagyok nyűgözve, és azt kell mondjam, hogy hol voltam én eddig. Hát, de örülünk annak, hogy most itt vagy. Attila, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást a műsorba. Sok sikert kívánunk neked az okos könyvhöz. Örömmel várjuk. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Reméljük, hogy jól érezték magukat önök is. Remélem, Attila, te is. Nagyszerű volt. Találkozunk a legközelebbi adásban is. A viszontlátásra.